Tisztelettel köszöntjük a sporttelevízió nézőit, az autósport kedvelő nézőket. Shelby Power Racing Renault Clio Kupa a 7. és a 8. futam az országos autós gyorsasági bajnokság keretein belül. A helyszín Parácsak, úgy mint egy héttel ezelőtt a Suzuki-soknál, itt pedig Weber Gábor a eddigi egyetlen hegyi verseny győztesét láthattuk, illetve a Zengő motorsport csapatának szerelőit, akik állítják be a futóműveket, az autókat. Mellettem Juni György, állandó szakértők. Szervusz Gyuri! Hát ismét ugye a ringről elmentetek egy hegyi versenyre, parádra, amit nagyon-nagyon szeretnek a versenyzők, és hát ez valóban azt hiszem az induló létszámon is megmutatkozott. Igen, itt már 30 éve rendeznek hegyi versenyeket. Azok, akik most itt a Clio kupában meg a Renault-sok között mennek, gyakorlatilag lehet, hogy nem is éltek, amikor itt már nagyjaink versenyeztek. Úgyhogy valóban egy tradicionális hegyi pálya. Az előző képek pedig gyakorlatilag minden felfutás kulcsát adják, ez pedig a gumik állapota, illetve a guminyomás, amit nagyon nagy titokban kezelnek a versenyzők. Most még az időmérő edzés, illetve a tesztfutamok képeit látják a nézők. Délelőtt két futam, délután pedig két versenyfutam összesített. Ugyanúgy, mint a Suzuki-soknál, tehát gyakorlatilag a rendszer az ugyanaz, és akkor természetesen majd szépen megismerkedhetünk a legjobbakkal. Ugyanaz egyébként a pálya, nem, mint a Suzuki-soknál. Így van, tehát így van. Semmiféle változás nincsen. Kicsit talán ugye, majd jól elnézem, az átlagsebességért a végsebességért. Nagyobb, hát sokkal gyorsabban, ugye, így van, erősebb autókról és más technikai felszereltségi. Ezek a 2000-es 170, egy lóerős, vagy 72 lóerős? Én most már 180-asok, kipufogóval és a szintén légszűrővel ellátott verzió. Hát igen. Azért lehet látni egyenesbe, a kanyar kijáratba is lehet ilyeneket pördülni. Ez utcai pálya, tehát itt közúti forgalom megy, ez csak azoknak a figyelmébe ajánlom, aki nagyon gyorsnak érzi magát, hát ennyiből áll megpördülni ezen a szakaszon. Sőt, azért ennél sajnos, ez egy érdekes szituáció, Kontra György éri utol Lukács Ernőt, akit ugye időre megy éppen, itt már megelőzte. Ha ez versenyfutam, akkor ilyenkor kap egy új időt az a versenyző, akit akadályoztattak. Így az edzőfutamokon nem szoktak kérni, meg nagyon adni sem, őszintén szólva. Szegény Lukács Ernőnek azért annyira nem megy, ez pedig... Sors Szilvia indult el, hát és így jött vissza. Így jött vissza ez az edzésfutam után az első felfutás, hatalmas bukás. Megnyugtatású, jól van versenyzőnünk. Hát nem néz ki barátságosan az autó, de hál' Istennek Sors Szilviát nincs baja. Itt jön. Így rohadt gyorsan akartam fölmenni. Sikerült. Nem mondom, ne izéljem el azt az elsőt, hogy akkor most fölmegyek lassan, utána egy kicsit gyorsabban. Mondom, nem izélhette volna nyugodtan. Lassan, kicsit gyorsabban. Figyelj, én úgy vagyok vele, hogy most már kellett egy esés. 5 éve nem volt semmi bajom. Szinte csak karcolásom van. Most karcolás se volt egyébként, olyan biztonságosak az autók, szerencsére jól vált az autóz kuka. 10. helyen zárta az első napot Cenkár Béla. 3.08.95 és 3.07.53, a másodikra nagyot javított. Ezek körülbelül jó 10-15 másodperccel gyorsabb idők, mint a Suzuki Swift kupás versenyzőké, de hát kétszer olyan erős az autó. 407-es Déri András alias Oliva. Aki, hát még azt hiszem, saját maga sem tudja eldönteni, hogy a hegyi versenyeket szereti-e jobban, vagy a Hungaroringet. Ha az eredményeket és az elért eredményeket nézzük, akkor mindenképpen ugye a pályaversenyek fekszenek jobban Déri Andrásnak. 9. hely, hát volt már ennél jobb, 3.10.48 és 3.05.52, tehát azért a másodikra sokat javult. A 8. helyen Brachna Dávid. Neki is volt különbség a két futama között, 3.06.23, illetve 3.01.24, de azért ez már nem olyan nagy kontraszt. A 7. helyen Telek Gábor. Egy kicsit óvatos első fölfutás, ezt jelzi a 3.05.35-ös idő, viszont aztán hát az idők alapján azt kell mondjam, hogy eltalálta a második kört, illetve a pályát, 3 perc, 3,19 század másodperc. Bárkovics Zoltán. Érdekes megnézni Telek Gábor és Bárkovics között 3000 másodperc volt a különbség két felfutás után. Bárkovics a 6. helyen a szombati két felfutás után.
nem versenyzi végig ezt az esztendőt Bertalan Miklós, aki az elmúlt évben viszont minden versenyen ott volt, viszont parádot ő is nagyon-nagyon szereti, ez meg is látszott a teljesítményen, az ötödik helyet zárta a szombati felfutásokat, 3.05.09, valamint 3.03.36, igazán jó eredmény. Solti Attila picivel szorult csak le a dobogóról, a negyedik hely az övé. Ő sem ment teljes évadot. Nekik a legnehezebb egyébként, akik így bele-bele ülnek az autóba, és ehhez képest óriási az eredmény, amit Miklós is és Attila is produkál. Hát ugye a pénz hiány, szóval itt azért tényleg elég sokat kell rákölteni, hogy az ember a hobbiának, szenvedélyének. Mondsz ebben, szponzor hiány. Vagy szponzor hiány, igen. Gál Szabolcs, ugye, aki esetében emlékezhetünk rá, hogy egy, pont az első futam előtti nyilatkozatában mondta azt, hogy kis pénz, kis foci, lehet, hogy nem láthatjuk minden versenyen, hát ez eddig nem így van, és ezúttal a harmadik helyen végzett Gál Szabolcs, 3.03.32 és 3.02.25. Ez a magyar válogatott a harmadik lenne a VB-n, azért örülnénk. Jó, mondjuk ez nem VB, ez igaz, ha már kis pénz, kis posziról van szó. Kis Norbert készülődik, az összetett verseny éllovasa, ugye aki a Hungaroringen verhetetlen, legalábbis ebben az esztendőben, ám hogyha elmegy a verseny és egy-egy hegyi futamra, akkor azért már meg lehet őt szorongatni. Kis Norbert egyébként jelenlegi előnye akkora, hogy gyakorlatilag matematikai lehetőség van arra, hogy Weber Gábor egykori kétszeres bajnok be tudja fogni, de hát az belegondolunk, hogy ehhez Norbinak ki kéne hagyni futamokat, vagy nem kéne befejezni. Szóval elsőképpen azért láttuk a tempót, hogy ez mekkora. De komolyan, tehát Mihalis Norbert és Kis Norbert. Igen, tehát igen. Ez, nem tudom, hogy ők mennyire haverok, mennyire barátok, abszolút. És mennyire ugye játszik közre azt, hogy ők gyakorlatilag ugye a számítógép előjöttek, illetve hát a PlayStation előjöttek, de valami hihetetlen, hogy az arcukon semmi nem látszik. Igen, nagyon. Egyébként Weber is ilyen. Őt még tavaly láthattuk belső képeken, és teljes nyugodt unalommal kergeti a versenyautón. A szombati nap Weber Gáborról szólt. 3.02.59 és 3.01.03, tehát az összetettben jobb. De a legjobb időt 3.00.80-nal Kis Norbert autózta a második. Óriási küzdő Norbi, nem tudok rá mit mondani. Tehát amikor érezte, hogy be kell, hogy nézd meg az autót most, hogy mozog. Nagyon meleg. Megfogta. Szóval amikor azt nézzük, hogy ezredek vannak köztük, na itt jönnek ki ezek az ezredek. Tehát ezeken múlik, ilyen tempót kell ahhoz autózni, hogy nyerni tudjál. Tehát nem annyira egyszerű ez a játék, mint ahogy látszik kívülről. De a rutin... Meg nézd meg ezt a ritmust. Ding, ding, és már fordul el. És hát azért itt nagyon sokat számít tényleg az, hogy mennyire ismeri valaki a pályát. Tényleg Gábor sokkal jobb. Hát Weber itt a legnagyobb. Pontosabban Weber Gábor elnézést. Igen, ő itt a legnagyobb. Egészen szűken. Igazából jó a hatodik hely. Érmet ér, csak szomorú vagyok a első felfutás miatt. Ugye ilyen félig esős, félig száraz időjárás volt, és a első pár kanyar vizes volt, és végig nagyon óvatosan mentem. Főleg azért, mert a első szabad edzésen leesek, hogy megforogtam. És nem nagyon kívántam még egyszer ott forogni, tolatnom kellett, és inkább arra gondoltam, hogy ne legyen kalandom. És szép óvatosan mentem, akkor beértem a célba, örültem is neki, milyen jó időt mentem, 0-6-70. Vízen egész jó, és akkor kiderült, hogy az nem víz volt, a pálya nagy és száraz volt, a többiek észrevették előbb. Edzésen is ötödik voltam, és úgy látszik az autó benne maradt az érzés, mert Déli Tomi harmadik volt vele az utolsó ringes versenyen, úgyhogy az autó nem múlott.